Pogácsás Tibor Pest megye 7. számú választókerületének új országgyűlési képviselője Gál Zoltánt váltotta le ebben a térségben, és Rákos mentének közeli szomszédai tartoznak ide, Becsés, Ecser, Maglód. Mellesleg ön Monor polgármester is egyben, tehát a kis települések, egyáltalán a települési önkormányzatok munkájának is belülről való ismerője. Mit jelent önnek az a minőségi változás, hogy most nem csupán polgármesterként, hanem országgyűlési képviselőként is jelen lehet a politikai közéletben? Óriási megtiszteltetés, és hát a mai nap a miniszterelnöki eskütétel napja egy különleges nap volt, és mindenképpen egy olyan megtiszteltetés, amit szeretnék megköszönni a választóknak, hogy segítetek abban, hogy újra országgyűlési képviselő lehessek, és hát segítetek abban, hogy a Fidesz kétharmados győzelmet alakulhasson ezen a választáson. Pogácsás Tibor minek köszönheti saját véleménye szerint a győzelmét ebben a választókerületben? Hát egy szisztematikus munkát végeztünk a választókerületben, a választókerület településein. A választókerület települései jellemzően Fideszes önkormányzattal működnek, megküzdötték az elmúlt éveket, és bár ellenzéki önkormányzatok voltak, sikeresen tevékenykedtek, a fejlődés kézzel tapintható és érezhető a választókerület szinte minden településén. Így ez segített, én azt gondolom, a Fidesznek a választási győzelemhez. Miután 98 és 2006 között én már két ciklusban voltam országgyűlési képviselő, illetve a települési polgármestereket, önkormányzatokat és nagyon sok embert ezeken a településeken ismerek, így a személyes ismertség és a kapcsolat is megvolt. Én azt gondolom, mindez segítette azt, hogy ezt a választókerületet megnyerjük. Emberileg mi volt az a új munkamódszer, amivel a választókat mozgósítani tudták? Ahogy mondtam, a csapat nagyon jó volt. Nagyon sok választóval eljutottunk, és nagyon sok segítőnk volt, aki a Fidesz programját, értékeit megismertette a választókkal. Igazán kapcsolatot tudtunk teremteni azokkal az emberekkel, akik itt élnek ebben a választókerületben. A személyes kapcsolat a titka tulajdonképpen a sikerre? Igen, úgy gondolom, hogy a következő választásokban is ez a jellemző, és a majdani most előttünk álló önkormányzati választásnál is ez a legfontosabb, hogy a leendő önkormányzati képviselők megtalálják a személyes kapcsolatot, a kontaktust. Legutóbb ott volt az ecseri új művelődési házállításán, de ott volt Maglódon, amikor az új iskolát avatták. Tehát valóban azért fejlődött a térség abban az időben is, amikor nem volt a képviselő. Hogyan tudta eddig segíteni ezt a lakást? Egy kis térséget alkotunk, bár a kis térség lényegesen nagyobb, mint a választókerület. A kis térségben a polgármesterekkel, az önkormányzatok között jó együttműködés alakult ki, és hát hozzátartozik az is, hogy az előző választási ciklusban, az előző parlamenti ciklusban a területet képviselő Gál Zoltánnal is értékelhető kapcsolat volt, tehát nem egy ellenséges és háborúskodó kapcsolat alakult ki, mind közöttem, mint pedig a többi polgármester között. Alapvető feladatunknak tekintettük és tekintjük ma is a térség fejlődését, és ennek érdekében politizálunk. Ha ellenzékből kell, akkor ellenzékből, hogyha kormányon lehetünk, akkor természetesen más perspektívából, más eszközökkel, de akkor kormányon. Orbán Viktor azt mondta, hogy a nemzeti összefogásra a jövőben még nagyobb szerep hárul. Utalta arra, hogy Gál Zoltánnal eddig is jó viszonyt ápoltak. Hogyan lehet megnyerni azokat az embereket, akik idáig esetleg nem a Fideszre, nem erre a politikára szavaztak, hogy társak legyenek ebben az egész országot érintő új kormányprogramban, új kormányzásban? Tehát nehéz időszakot zár az ország, és nehéz időszakot zárnak az emberek és a családok, és nagyon sok feladat áll előttünk. Én azt gondolom, hogy a meggyőzés, vagy az érzületváltás alapvető feltétele az, hogy sikeres legyen az elkövetkezendő időszak, sikeresek legyenek az elkövetkezendő évek, tehát a munka hozhatja meg azt, hogy az elismertség az nagyobb legyen, vagy az ismertség az nagyobb legyen. És azokat az előítéleteket, amelyek talán pusztán politikai meggyőződésből, vagy csak esetleg családi háttérből fakadnak, munkával le lehet bontani, tehát meg lehet győzni a korábban más politikai nézeteket, valókat esetleg arra, hogy
érdemes összefogni azért, hogy én azt gondolom, hogy mindenkit nem lehet és nem is kell meggyőzni, hiszen nyilvánvalóan sokan vagyunk, sokfélek vagyunk, és több minden szempontot figyelembe véve más aspektusból látjuk a dolgokat. A politika ilyen, több szereplős, azonban ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy gyűlölködés legyen. Tehát a politikai szereplők, a különböző politikai irányzatok ismerői, támogatói között attól még lehet együttműködés, hogy a véleménykülönbség fennáll. Tehát akkor, hogyha nyugodtan és békésen jönnek egymás mellett, az már egy fél siker. Az már teljes siker, én azt gondolom. Mi a kistérségnek a legakuttabb problémája? Ez a kistérség egy nagyon differenciált kistérség. Kicsit hasonlít az országra, a keleti és a nyugati oldala között jelentős különbség van. A keleti része az agglomeráció, a körgyűrűn belül lévő, vagy a közvetlenül a körgyűrűhez kapcsolódó rész egy szinte spontán, dinamikusan fejlődő rész. Még a keleti rész, a távolabb eső rész, ott mind munkahelyekben, mind egyéb fejlettségi szintben hátrébb áll a térség. Tehát egyfajta differenciálódás van, ennek a kiegyenlítődésére szükség lenne, ehhez nyilvánvalóan a közlekedési infrastruktúra fejlődése szükséges, de összességében ez a térség azért lényegesen jobb helyzetben van, mint az ország távolabbi megyéinek a kis térségei. Pecsés, Ecser, Maglód milyen fejlesztéseket remélhet a közeljövőben? A térségnek a fejlesztésében kulcs szerepet játszik majd a repülőtér továbbra is, és a repülőtér környékének a fejlődése, a nullás, illetve a négyes út és az a köré terjeszkedő logisztikai és egyéb gazdasági fejlesztési területek fejlődése, de nagyon lényeges és nagyon érezhető a lakosság növekedése ezeken a településeken. Itt én azt gondolom, hogy a legnagyobb feladat minden település számára az, hogy megtalálja azt az összhangot, ami az élhető és még lakható település meg a fejlődő, növekedő település között van. Látjuk, hogy a budapesti agglomeráció nyugati részén már sok helyütt korlátozni próbálják a fejlesztéseket, fejlődéseket. Ugye mi még, a mi térségünk még nem itt tart, viszont tanulhatunk a 10-15 évvel előttünk járó már betelepülésben, gazdasági fejlődésben előttünk járó térségektől. Tehát nagyon-nagyon lényeges, hogy az egyensúlyt meg tudjuk őrizni, hogy lakhatóak maradjanak a települések, de a fejlődés az még hasznos legyen. És a Budapesttel való viszony, az hogyan segítheti ennek a térségnek a munkáját? Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen együtt kell működni. Nyilvánvalóan a kerületek, a úgymond peremkerületek, tehát a velünk határos kerületek és a települések között kell egy együttműködés, de ennek a pontos formájának az alakulása az önkormányzati választás utára tehető. Akkor fogjuk látni, hogy igazán hogyan alakul az agglomeráció fejlesztési terve, hogyan alakulnak azok a már meglévő szabályok, amelyek esetenként egyik félnek sem előnyösek. A jó együttműködés sokat segíthet a fejlesztésben, tehát az észszerűbb forrás elosztás az, hogy is mondjam, tárgyalásos úton eldönthető? Hát vagy mindenki nagy, küzd a saját érdekeit? Nagy kérdés jelen pillanatban még, hogy mi lesz a központi régió, a közép-magyarországi régió sorsa, tehát marad-e egy régió Budapest és Pest megye, vagy kétfelé válik ez a régió. Mindenképpen én azt gondolom, hogy a források elosztásánál, a lehetőségeknél a Pest megyének is szerepet kell kapni. Jelen pillanatban én úgy érzem, hogy aránytalanul nagy a főváros felé. Tehát 4-1 az arány jelen pillanatban a forrás megosztásban a központi régióban, az EU-s pályázatoknál. Ezen nyilvánvalóan változtatni kell. Bár nem hiszek abban, hogy ezt lakosságarányosan lehet lebontani, vagy olyan mutatók alapján kell lebontani, amit lakosságarányosan kell levezetni, hiszen nyilvánvalóan központi régión belül a főváros különleges feladatokat is ellát, aminek a régió is élvezi a hasznát. Ugyanakkor vannak olyan területek, közlekedésfejlesztés, az infrastruktúra, a környezetvédelem, amiben lényegesen nagyobb szerep kell, hogy jusson, és lényegesen több forrás kell, hogy jusson akár az agglomerációra, akár egész Pest megyére. Tehát akkor küzdeni fognak a pénzek. Én azt gondolom, hogy egy észszerű egyeztetéssel ezt sikeresen meg lehet valósítani. Köszönöm szépen. Én köszönöm.